A legutóbbi fordulóban az addig veretlen Debrecent legyőző szolnokiak kellő önbizalommal várják a Zalaegerszeg elleni idegenbéli derbit. Az olajbányász védelme a Deac ellen remekül működött, hiszen mindössze 62 pontot dobtak a hajdúságiak. A csütörtöki siker kulcsa is a védekezés lehet. Biztos vagyok benne, hogy most is, csak úgy, mint az előző meccsen, a védekezéssel tudunk nyerni. Valamint fontos lesz az is, hogy jól szedjük a lepattanókat. Az Zalaegerszeg jó csapat, jó meccsre számítok, és persze arra, hogy mi győzünk. Szerintem védekezés, meg a kommunikáció a csapatban, és együtt csapatnak. A zalaiaknál a tavalyi meghatározó játékosok közül Andrei Agafonov és Szabó Zsolt maradt kékfehérben. A magyar magot erősítendően leigazolták Pécsről Simon Kristófot, valamint 4 légióst szerződtettek, akik közül Reginald Johnson és Emmanuel Ubilla lehet ismerős a drukkereknek. Johnson eddig a legpont erősebb játékosuk, 19 pont fölött átlagol, Ubilla pedig a gólpasszokban jeleskedik, meccsenként 6-ot osztott ki. Jelenleg ugyanúgy állnak a kékfehérek, mint a mieink, hiszen a ZTE mérlege is 2-2. Vereséget szenvedtek a Falkótól és az újonc oroszlánytól, a Sopront és a Kaposvárt pedig legyőzték. Szerintem jó erős csapat, jó irányító csapat van, Ubilla, jó irányító, és szerintem jó fizikális játékos is van, és szerintem jó csapat, ez az elegesen. A Zalaegerszeg-Szolnoki olajbányász mérkőzés csütörtökön 18 órakor kezdődik.